És talán el is indul a történet. Jó estét kívánok még, ugye egy perc van hátra, 8 óráig. Emlékezetem szerint a 80-as években a szombat esti filmkoktél, azt hiszem, hogy 8-kor kezdődött. És volt benne egy hölgy, aki tűz előtt táncolt. És azt hiszem, hogy talán utána érkezett a szeszélyes évszakok. Nem tudom, te emlékszel? Nem éltem meg. Nem éltél meg akkor. Jó estét kívánok, szervusztok! Itt már lassan látjuk, hogy érkeznek az érdeklődők. És amíg érkeznek az érdeklődők, mondanám magunkról pár szót, és egyben megköszönnénk a Digitális Nagyszoba felkérését erre az igazán izgalmas témára. Azt szeretném kérni a kedves jelenlévőktől, ha jól látom, hogy itt már négyen összejöttek, hogy csak nyomjanak egy jelet, hogy tudjuk, hogy itt vannak és figyelnek. És amíg megkapjuk ezt a jelet, köszönöm szépen, megérkezett az első, addig hagyj mutatkozzunk be. Sziasztok! Gönczi Dorka vagyok, válási és párkapcsolati mediátor, és van egy kollégám. Én pedig Varga Zsolt vagyok, kommunikációs szakember. És az a furcsa helyzet van így a mi esetünkben, hogy mi nem csak az életben, nem hogy együtt dolgozunk, nem csak együtt dolgozunk, de hát együtt is élünk. Úgyhogy azt mondhatom, hogy ilyen nehezített pályán futjuk az életünket. Egyelőre úgy néz ki. Különösen a karanténban. Igen, ez különösen ebben az időszakban nagyon érdekes. Szia, Tibor! Úgy néz ki, hogy hát én nagyon szeretek beszélni, ezt majd biztos látni fogjátok, sziasztok, mindenkinek úgy. És a nőkre jellemző módon én általában így szemezgetem a dolgokat, és Zsolt az, aki általában így a férfi agyat képviselve berepüli a terepet, fölülről így megnézi, és általában tűpontosan megtalálja azt a helyszínt, ahol érdemes mutatni, mondjuk egy pár életében. Ahogy Dorka mondta, valóban nagyon szépen köszönjük a mai esti felkérést, és így a csodálatos helyzetre és az otthoni bezártságra való tekintettel arra gondoltunk, és abban egyeztünk meg Istvánékkal, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ez alatt a kényszerű összezártság alatt a párok életében milyen szerepet játszik a szexualitás, hogyan kezeljük ezt most ezekben a hétköznapokban, mi a teendőnk, hogy ne kövessünk el nagyon nagy hibákat ezzel kapcsolatban, és hogyan érdemes ezt úgy végezni, vagy úgy élni ebben, hogy a párunkat lehetőség szerint ennek az időszaknak a végére ne veszítsük el. Mi ugye mediátorként dolgozunk mind a ketten, és a kommunikációt igyekszünk minden egyes pár életében fenntartani és támogatni őket, úgyhogy kicsit arról szeretnénk beszélni, hogy a hozzánk forduló pároknál lehetőség szerint hogyan ne találkozunk majd azzal a problémával, amit ez a karantén és az összezártság okoz. És fontos kiegészítője a ma esténknek, mert hogy szeretnénk egy picit kilépni ebből a nagyon szakmai szerepből, mert hogy egyébként mi is emberek vagyunk természetesen a hétköznapokban, hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyrészt igyekeztünk felöltözni a tiszteletetekre, és bár nem látszik, de mutatom, ez is rajtam van, úgyhogy a biztonság kedvéért, aki... Most igazából nincs rajtam, de hát elhoztam, tehát itt van. Úgyhogy azt gondolom, hogy valahogy ez a fajta, mondhatom, hogy a szimbólum, ez így a ma estére is kicsit majd a sorok között rányomja a bélyegét. Most itt teszek, mintha föl lettem volna a cipő. Tehát valóban szerettük volna elkerülni azt, hogy igazából ilyen szakértők legyünk, ilyen nagyon-nagyon okosok, mert találkozunk azzal a karantén óta, vagy a karantén eleje óta, akik az első naptól kezdve arról beszéltek, hogy hogyan viseljük el a családunkat. Ami abban a tekintetben meglepő volt már az első napokban, hogy elvileg azokkal az emberekkel élünk együtt, akiket szeretünk, és akiket nem kell elviselni. De tényes való, hogy meg kell tanulnunk átstruktúrálni ezekben a hetekben az életünket, hiszen nincsenek meg azok a programok, hogy elmenjenek a gyerekek iskolába, hogy mi magunk elmenjünk dolgozni, és este találkozzunk, és átbeszéljük a napunkat.
ez nem tud megtörténni, hiszen a napunkat egymás mellett éljük folyamatosan. Nem tudunk nem összezárva lenni ebben az időszakban. Ezt nyugodtan tekinthetjük egyfajta kapcsolati tesztnek egyébként, hiszen ennél jobban így semmi nem próbálja meg a kapcsolatot, mint amikor így lakva vagyunk egymással. Ugye így fel lehet osztani a kapcsolatokat. Vannak azok a szerencsések, akik körülbelül másfél hónapja ismerik egymást, és alig várták, hogy egy ilyen karantén bekövetkezzen, hogy végre együtt lehetnek otthon, és nem kell sehova sem menniük legálisan. Vannak az olyan régebbi kapcsolatban élők, mondjuk 10 év fölött, 20 év fölött, 30 év fölött, és a többi, akiket ez már igazából nem fog megingatni egy ilyen helyzet, mert annyi mindent tudnak már egymásról, annyi dolgon mentek keresztül együtt, hogy már nem tudnak újat mutatni egymásnak. Náluk a válságnak szerintem így a jele sem fog előkerülni. És van az a fajta kapcsolat, ahol ismerik már egymást, már nem az a fajta nagyon-nagyon új varázs van, ami a megismerkedésre és a rózsaszínködre jellemző, de most egy új helyzetbe kerülnek, hiszen a mindennapok rohanását, ami tartott egymástól egy kis távolságot, azt most minden egyes pillanatban, minden egyes órában együtt kell végélni. Hogy egy kicsit beszéljünk arról is, hogy ahogy az elején a felvezetőben említettük, ugye mi is emberek vagyunk, és ráadásul együtt élünk, és ráadásul nagyon különböző személyiségek vagyunk, annak ellenére, hogy mind a ketten virágos felsőt vettünk fel most. Önhibámon kívül. Igen, mert hogy ennek a virágos felsőnek elsősorban én voltam a hangadója, vagy hát én követeltem Zsoltot, hogy egy televízió szereplésre mindenképpen szerezzünk be egy ilyet, mert hát ez biztos jó lesz, és hát természetesen az történt, hogy nem lett jó ez a virágos ing Zsoltnak, bármilyen jól néz ki rajta, sajnos a televízió az nem tudta értékelni ezt a mintát, úgyhogy ez maradt házi használatra, ám de szeretjük, és azt gondoltuk, hogy kicsit ebben is azért összeöltözünk. Azt azért el kell mondani nektek, hogy te, ahogy Zsolt is mondta, számunkra is tökéletesen új ez a helyzet. Hetekig gondolkoztunk rajta, hogy mi vajon, mikor jöjjünk elő némi, hát jó értelemben vett okoskodással, de aztán arra jöttünk rá, hogy egyrészt tanuljuk ezt a helyzetet, és hogy engedjétek meg, hogy egy kicsit köszönjük szépen a férfiinket, majd elmondjuk, hogy hol lehet ilyet kapni, érkezett egy ilyen komment, hogy tulajdonképpen mi hogyan is élünk. A fizetett tapsoló. Valójában azért fontos elmondani, mert azt gondoljuk, hogy ennyi intimitást meg szeretnénk nektek mutatni a mi életünkből, annál is inkább, mert hogy mi bár ketten élünk együtt, de hogy ebben a pillanatban éppen négyen. Ugyanis az én 14, most már 15 éves gyerekem is velünk él együtt, és az én 72 éves édesanyám is. Úgyhogy gyakorlatilag egy légtérben élünk, és ez egy teljesen új helyzet, amelynek az az oka, hogy nem csak a karantén nyilvánvalóan, hanem az is, hogy vártunk arra, hogy átköltözhessünk a felújítandó házunkba, és valójában a karantén helyzet közbeszólt. Azt kell mondjam, hogy a legnagyobb megdöbbenésemre az elmúlt 2 év, amióta itt lakunk édesanyámmal, életemben nem hozott olyan pozitív fordulatokat, mint ez az időszak. Olyan közel kerültem az édesanyámhoz, amit nem is gondoltam volna, hogy még ennél közelebb lehet hozzá kerülni, és ami nagyon érdekes, hogy az édesanyám és a kisfiam között egy óriási szövetség alakult ki. Ennek majd még lesz jelentősége, egy kis csillaggal megjelölöm azt, hogy ennek mi a szerepe, akár tulajdonképpen tudattalanul is az életünkben. És ez a fajta együttélés, ha tetszik, ha nem, és azt mondom, hogy a mi esetünkben egyelőre ez bejött, rányomja azért a bélyegét az intimitásra. Valamelyik nap beszélgettem egy Olaszországban élő ismerősömmel, akinek a párja itt él Magyarországon, 2 éve vannak együtt, és egyszerűen nem tudják megoldani a fizikai együttlétet, nyilván. Úgyhogy eljött a pillanat, ő ezt bevallotta, és egyáltalán nem szégyeli, hogy valahogy átkeveredtek az internetre, értelemszerűen, és ott kezdtek el kommunikálni arról, hogy hogyan lehetne nekik a közös estéink mégis egyfajta intimitással gazdagított. Megtalálták ennek a módját. Ez egy speciális helyzet. De a mi életünkben, és akkor itt megint folytatnám a betekintést,
Ez olyan érdekesen alakul, hogy most például, hogy beszélgetünk, valójában az édesanyám és a fiam elmentek sétálni. Egyébként a hétköznapokban, ebben az elmúlt 3 hétben, ez az időszak az ő kettejük ideje. Ami azt jelenti, hogy ők eljátsszák azt, hogy elmennek moziba, és minden este választanak maguknak egy filmet, pattogatott kukoricát készítenek, kitöltenek egy-egy pohár kólát, vagy éppen kinek mi a kedvence, és leülnek a tévé elé, és nagy hahotázásban, vagy éppen valamilyen horrorfilmnek a nézésében tulajdonképpen elmennek mozizni. Ez az az időszak, amikor mi egymáshoz juthatunk, ezt értsük tágan, és ez az az időszak, amikor fel kell magunkat találni annyira, hogy a meghatározott mozifilm hosszúsága az nagyjából azért lefedje azt az igényt, amit hát még 10 év után is, de hát táplálunk egymás iránt. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy nagyon egyfelől szerencsés helyzet, másfelől pedig nagyon jó kombó, hogy az én édesanyámmal együtt élünk ebben a 3 hétben is, meg az ezt megelőző 2 évben. Egy pillanatig nem érzem azt, hogy egymás nyomában lennénk, ám de valamelyik nap érkezett egy érdekes kérdés hozzánk. Az egyik ügyfelünk tette fel a kérdést, akik egyébként Svájcban vannak most, és ott vannak bezárva a lakásba, hogy náluk, ott maradt náluk a férnek az édesanyja, és mosott a feleség, és hát akárhogy nézzük, az egyik szexi bugyi, az benne maradt a mosásban, és hát az édesanyja, tehát a nagymama kezdett el teregetni. Mondanom se kell, hogy azzal a pillanattal, amikor ő szembesült ezzel a bugyival, hát nem tudott mit kezdeni a helyzettel, de valójában ez egy csatú szituáció volt a párra. Valahogy kijöttek belőle, azon túl, hogy nevettek egy jót rajta. Ez egy életszerű helyzet, hogy például, ha össze van zárva az ember a saját szüleivel, vagy édesanyjával, édesapjával, akkor ott nyilvánvalóan vannak tárgyak, amelyek közös használatot jelentenek, és ilyen értelemben fönnökadhat ez a bugyi, igenis a mosógépnek a belsején, amit az édesanyja mondjuk így kikalamol, és aztán szépen kitereget. A helyzet nem könnyű nekünk sem, mert az előbb említett mozis példának az életszerűségét azt úgy próbálják meg elérni, hogy a gyerek miközben lemennek a nagyszobába, minden alkalommal pénzt kér a jegyre. Ezt azért igyekszünk kezelni. De múltkor adtunk neki végül is, nem? Nem, megbeszéltük vele egy bérletes. Ja, bérletes, igen. Igen. Tehát ennek a kényszerű összezártságnak a sok negatívumán kívül azért lehetnek előnyei is. Kicsit egymásra tud találni a család. Ennek van ugye pozitív hozadéka, újra tudunk mondjuk leülni, játszani, tudunk beszélgetni, amit esetleg a hétköznapi mókuskerék tekergetése mellett nem biztos, hogy van rá időnk. Természetesen van probléma is, nem is tudom, hogy kinél olvastam, hogy azoknak a férfiaknak külön imát rendeltek, aki azt mondta, hogy megcsinálom otthon, ha lesz rá időm, ők nem unatkoznak. Ahogy a mi példánkban is a generációk kicsit közelebb kerülhetnek egymáshoz, azok az idősebbek és fiatalabbak, akik lehet, hogy akár már csak a technológia mentén is elmennek egymás mellett, most le tudnak ülni. Azt látom, hogy nálunk is nagyon sokat tanulnak egymástól, hogy mondjuk a fiatalabb tanítja az idősebbet, hogy hogyan használja a mostani eszközöket, hogy hogyan kommunikáljanak, mi az, ami a világból az ő számára fontos, még az idősebb most mesélni tud, és el tudja mondani az ő múltjából azokat a történéseket, ami mondjuk építhet egy gyereknek az életében vagy a gondolataiban. És így kialakulhat, ami a mi esetünkben is egyfajta mikroközösség, hogy az idősebb és a fiatalabb, és a fiatalabb és a fiatalabb olyanok is le tudnak ülni egymással beszélgetni és játszani, akik esetleg nem fordítottak erre eddig időt. Viszont vannak olyan dolgok, amire azt gondolom, hogy figyelni kell mindenkinek, hogy attól függetlenül, hogy össze vagyunk zárva, törekedni kell valamilyen szinten arra, hogy egy kicsit azt az életet is megpróbáljuk saját magunknak modellezni, amit egyébként élünk. Hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége visszavonulni egy kicsit, hogy becsukjon egy ajtót, amit egyébként nem tenne meg, hiszen a nap nagy részében nem tartózkodik otthon, de tudjon a saját gondolataival foglalkozni, vagy a saját dolgaival foglalkozni, és megmaradjon az életnek az a struktúráltsága, amitől nem esünk szét. És ehhez kapcsolódik az, ami szerintem minket, nőket biztos, hogy érint, és mondhatom, hogy
bokán vágott a történet sok hozzám hasonló hölgyet, aki nyilván szeret szépiszkedni, és szeret kozmetikushoz járni, és szeret műkörmöshöz járni, és a többi, amelyek egyébként, akárhogy nézzük, hozzátartozik a nőiességünkhöz. Nos, ebben a helyzetben 3 hete is mutatom, vállalom, nem sikerült eljutnom értelemszerűen a műkörmös mesterhez, aki jelen pillanatban, hát mondhatom, hogy jót röhög azon, hogy hát most már igencsak túlnőtte magát a gyönyörű, egyébként gyönyörű körömnek. Ebben a helyzetben én szerencsére nem így élem meg, hogy ez ilyen őrületes nagy tragédia, de azért látom a közösségi oldalakon, hogy ez borzasztóan tacsra vágja a nőknek, többek között a köröm, a haj, a smink, a szolárium az életét, mert hogy valójában ők ezekkel az eszközökkel, ezekkel a hát segédeszközökkel, azt mondhatom, úgy élik meg, hogy ettől ők nőiesebbek. Nem szeretnék általánosításokba belebonyolódni, meg semmi ilyet nem szeretnék, távol álljon tőlem. Akárhogy nézem azonban, az intimitáshoz hozzátartozik az is, hogy azokat a folyamatokat, amelyeket eddig mondjuk a hétköznapokban úgy csináltunk, hogy a másik ne lássa, az most kicsit közelebb került a másikhoz. Értem ez alatt egészen egyszerűen azokat a hétköznapi dolgokat, amikor mondjuk egy nő a lábát szörteleníti, vagy éppen a haját festi, olyan dolgok, amiket nem szívesen mutat meg mondjuk a férfi társának, vagy a párjának. Ettől ez a fajta intimitás picit elveszni látszik. Én azonban azt mondom, hogy kifordítva mindenki rózsaszín, pontosan tudjuk, hogy ennek a karanténnak idő a vége, és lehet egyébként úgy előre dolgozni ebben az időben. Egyszer vége lesz, bocsánat, nem most van vége sajnos, de egyszer vége lesz, és reméljük, hogy minden hamarabb. De hogy valójában ezeket a dolgokat meg lehet úgy élni, hogy meghatározott napi rend mentén, amiről egyébként nagyon sokan beszélnek, és mindenki felállította talán már a saját napi rendjét is, megpróbálja úgy összerakni a hétköznapjait, hogy abba beleférjenek azok az intim dolgok, amelyek egyrészt a nőiséget szinten tartják, külsőséget tekintetében, mert valljuk be, ez igenis a nőnek is fontos, a férfinak is fontos, és egyébként megtalálja a pár a helyét az életében. Éppen ezért megint, hogy hagyd mondjak egy gyakorlati tanácsot, nem tanácsot, inkább a saját életünket modellezve, vagy bemutatva picit. Mi tulajdonképpen azért egy héten többször eljátszuk azt, hogy elmegyünk munkába. Meglehetősen hülyén néznék ki, hogyha fölvenném a magas sarkomat mondjuk a tréningnadrágomhoz, mind a kettő van, de hogy mégis az embernek az a reggeli rítusa, hogy felébred, fogat mos, megissza a kávéját, fogat mos, sminkel, zuhanyzik, stb. Ezek azért megmaradtak. A sminkelésről csak annyit, hogy 3 hét óta most van rajtam először a smink, mert úgy gondoltam, hogy mégiscsak képesebb leszek, hogyha van rajtam némi vakolat. De egyébként a munkába járást azt megpróbáltuk megtartani. Ez az egész érzés, hogy az ember elmegy dolgozni, ez fizikailag a mi esetünkben azt is jelenti, hogy van külön íróasztalunk, és azon az íróasztalon a mi dolgaink vannak, és amikor a munkaidőnk véget ér, melyben van természetesen egy ebédszünet, nyilvánvalóan ennek kicsit hosszabb az ideje, hiszen én főzök édesanyámmal, akkor utána a délutáni munkavégzés befejeztével megérkezünk haza. Innentől kezdve a mi életünkben mindig van egy olyan történet, hogy elmeséljük, hogy kivel mi történt. Most ebben a 3 hétben volt olyan, hogy én kitaláltam egy-két történetet, hogy mi történt velem. Kicsit megszínesítettem nyilván, mert borzasztó unalmas lett volna mindig ugyanazt mesélni Zsoltnak, hogy felszálltam a buszra, leszálltam a metróról, és a többi. Hány hülye emberrel találkoztam, mi történt a, nem tudom, bármilyen téren. Úgyhogy gyakorlatilag kicsit elkezdtük kiszínezni a hétköznapjainkat, és a vicces az az, hogy az elmúlt 3 hétben egy percig nem éreztem, hogy unatkozom. Még nem jutottam el oda, hogy a saját életünket úgy tereltük volna, hogy az elmaradt munkákat pótoljuk, mert annyi sok minden van, és annyi sok érdekesség és közös együttlét, és ebbe természetesen nagyon jól belefér az, hogy amikor befejezzük a vacsorát, és a nagyszülőt és az unokát elküldjük moziba, akkor kezdődik az az időszak,
ami természetesen nekünk is a mi én időnk, és ekkor nem beszélünk munkáról. Egyébként mindenki föntartja magának a jogot, mind a ketten, hogy mit mondunk el a másiknak, hogy kivel mi történt, de valahogy nem érezzük azt, hogy ebben a három hétben annyira megváltozott volna a világ, hogy az összezártság miatt sokkal inkább megyünk egymás aljára. Van még egy-két olyan dolog, amiről szeretnénk nektek mesélni, vagy beszélgetni erről, bár megmondom őszintén, hogy miközben azt látom, hogy nagyon sokan figyeltek, és ez tök jó érzés. Szeretnénk kicsit könnyedebbre venni ezt az egészet, úgyhogy tényleg a megmondó emberek helyett inkább egyfajta inkább praktikus és az intimitást erősítő gondolatokat hoztam most nektek. Az egyik ilyen, ami nagyon érdekesen tud működni, és egyébként tök jól tud működni, az az, hogy igen, minden egyes esti mozizás, ami ugye lent zajlik a nappaliban, amit tartozik a gyerekre, a nagymamájára, az az idő, az nekünk egész konkrétan jól fölépített. Megvan a koreográfiája, nyilvánvalóan megvan az intimitása, igenis elővettem egy régi IKEA-s gyertyát, és kiraktam az ablakba. Hozzáteszem, hogy itt végig sétálva, amikor megyek a közértbe, akkor azért lehet látni, hogy az ablakban vannak olyan tárgyak, amelyeket az emberek egyébként akkor vesznek elő, mint például mi is. Úgyhogy a gyertya az ezek szerint lehet, hogy nem csak nálunk, hanem máshol is működik. És igenis, ebben az élethelyzetben most én nem látjátok, mi ugye 2 éve költözés előtt állunk, egyetlen egy doboz van kéznél, amiben az én fehér neműim benne vannak, de az összes olyan, amit egyébként az egyébként hétköznapokban használnék, azt nem tudom, hol van, úgyhogy gazdaságosan kellett beosztanom, és kell beosztanom minden alkalommal az intimitáshoz tartozó fehér nemüket, és ezt úgy kell természetesen felvennem, hogy lehetőleg, amikor én elmegyek a gyerek szobája előtt, akkor ő azt úgy vegye észre, vagy ne vegye észre lehetőleg, hogy én majd mire készülök. Eddig szerencsére nem buktunk még le, legalábbis én azt gondolom, hogy nem buktunk le. De ez egy nagyon, igen, de ez egy nagyon fontos... Vagy csak diszkrét. De ez egy rendkívül fontos dolog, legalább annyira fontos egy ilyen fehér neműs történet, meg a gyertya, meg a, mondhatom, hogy végül is elcsépelt, és mindenki által ismert dolgok, amelyek ebben az időszakban mégis megadják az intimitásnak azt a fokát, amit érdekes, hogy a hétköznapokban közel ennyire nem használunk. Igen, az a része, ami a hétköznapokban eddig működött, hogy az ember elment otthonról, és úgy el tudott kezdeni hiányozni a másik, az most nem biztos, hogy ugyanabban a folyamatban, vagy ugyanabban a mederben tud működni, mint ahogy eddig. Ezért érdemes kitalálni olyan dolgokat, ami egy kicsit ezt a napot megszínesíti. És nyilván ennek vannak olyan negatívumai, vagy vannak olyan kezelnivaló dolgai, hogy azt, amit az a megszokott hétköznapunkban a párunk, elsősorban hölgy tagja, megbeszélt a kollega nőivel bent, azt velünk fogja. Ez szinte elkerülhetetlen, és kezelést igényel, és hihetetlen mértékű toleranciát. Ha csak nem olyan munkahely van, ahol a kolléganőknek szintén ugyanez a problémája, és hosszas Skype, vagy Facebook, vagy bármilyen más csatákba tud belefutni ez a történet. Úgyhogy átstruktúrálni muszáj a dolgot, de érdemes az életünket azt úgy csinálni, mint hogyha valóban zajlana. Tehát, hogy nem pizsamában végigvinni egy napot még akkor sem, hogyha később kerünk fel, mert nem kell, hanem saját magunkat is kondicionálni arra, hogy igen, össze vagyunk zárva, de egyébként pörög az életünk, és egyébként dolgozunk, és egyébként azért, mert saját magunk, a családtagjaink és mások miatt nem megyünk ki az utcára, attól még ugyanabban a sablonban azért próbáljuk meg létezni. És itt az én idő mellett, amiről beszéltünk, ami fontos, a közös időnek az elengedhetetlensége az mindenféleképpen kell. Az valahol nem jó, hogyha most itt ezt elengedjük azért, mert úgyis együtt vagyunk minden egyes pillanatban. Biztos emlékeztek, azt hiszem, hogy Távol Afrikától című film volt, amiben Robert Redford, és most nem is tudom, hogy ki volt a színésznő, talán Meryl Streep lehetett, de javítsatok, hogyha nem. Amikor
volt egy olyan pillanat, hogy a színésznő vágta a színész haját a szavannán. Hát szerintem akkor ilyen 7-8 éves lehettem, és emlékszem rá, hogy ez egy annyira intim pillanat volt, hogy nagyon bevésülött. Nyilván nagyon jó volt a zene alatta. Most felvetődött valamelyik nap egy ügyfél, kérdezte, hogy hát, hogy most az erodálja-e az intimitásukat ebben az időszakban, hogy levágja a párjának a haját, vagy éppen nem, mert sosem vágta még, de hogy úgy érzi, hogy ez annyira nyakon üti a kettejük közti intimitást, hogy ő inkább ezt rábízná a fodrásztalra, és inkább akkor legyen majd akkor levágva a haja a párjának, amikor véget ér a karantén. Én nyilvánvalóan nem tereltem se jobbra, se balra az illető hölgyet, hogy most vágja le a párjának a haját, vagy ne vágja le. De aztán két nap múlva kaptunk egy visszajelzést, hogy beraktak valami rendkívül romantikus zenét a fürdőszobába, és hát szerelmeskedtek, és a szerelmeskedés után végül is a nő beadta a derekát, és levágta a párjának a haját, úgyhogy hatalmas nagy élmény volt mind a kettőnek. Nyilván előkerült a afrodiziákum szerinti alkohol is, és milyen érdekes, mert pont erről beszélgettünk pár nap, egy barátomtól kaptam egy pezsgős csokoládét, és 7 darab volt benne, úgyhogy szépen beosztottuk, és minden nap este a közös együtt létkor elnyomogtunk egyet. Egyébként magának az alkoholnak ebben az időszakban, hát nem mondanám, hogy ebben a pezsgős csokiban sok pezsgő volt, de ennek magának az alkoholnak a jelenléte, vagy a hétköznapokba itatása is lehet egy ritus, nyilvánvalóan kordában tartva, de azért tudjuk, hogy az alkohol az mennyire tudja oldani a feszültséget, sokkal jobban oldja azonban a szex. Nem csak a feszültséget, hanem a szorongást, és nálam lényegesen pszichológiában jártasabb szakértők mondják, és pont ma olvastam egy tök érdekes cikket, hogy valójában a karantén idején a szex az megengedette, vagy sem, és erre azt mondják, hogy megengedett, egyre hívják fel a figyelmet a pároknak, hogy lehetőleg ne csókolódzanak, tehát, hogy alapvetően inkább a barlangos testek találkozzanak egymással, és ne pedig a száj, hiszen ugye minden olyan csepertőzéssel, vagy éppen a nyállal keveredő történetek azért melegágya magának a vírus terjedésének. De egy ilyen helyzetben, és miután mi együtt élünk, és hát akárhogy nézzük mi azért ezt a részét nem hagyjuk ki az intimitásból, vagy ő, vagy én, lehet, hogy már hordozók is vagyunk, úgyhogy a hétköznapokban azért ennyire sterilen nem lehet élni, de az biztos, hogy egy pohár bor, hogyha valaki intézett magának olyan bevásárlást, hogy ez rendelkezésre áll, akkor sokat segíthet. De sokkal inkább azt mondom, hogy magának az alkoholnak a jó zenész határain belül való alkalmazását sokkal inkább javasolnám felváltani a kiadó szexel, és természetesen úgy, hogy minél inkább ismerjék meg egymást az emberek, és utalva Zsolt első mondatára, amivel kezdtük az élőzést, az nem más, mint hogy az emberek nagyon sok esetben a saját magukkal való tisztánlátást sem birtokolják, fogalmuk sincs, hogy milyen igényeik vannak szexualitás terén, és rendkívül nehezen is vallják be maguknak. Megdöbbentő, hogy sokkal könnyebben nyílnak meg az idegen emberek előtt, mondjuk beszélni, könnyebben tudnak előttünk, akár még hogyha hárman is ülünk a teremben egy-egy ilyen beszélgetés során, és a fér vagy a feleség nincs ott, mert hogy az alapvető igényekkel sincsenek tisztában, és megfogalmazni sem tudják, hogy valójában mit szeretnének, és mit tudnának adni a másiknak. Ami nálunk beszokott válni, és pont ma volt egy nagyon érdekes beszélgetés erről az egyik ismerősömmel, az irányított, kicsit irányított, mondhatom, hogy napi rendszerű feladatlista, amely vonatkozik arra, hogy hogyan figyeljük meg a másikat, és mit tudunk neki adni ebben a helyzetben. Igen, tréning nadrágban is, vagy éppen az autó alól kijöve, és olajosan, és koszosan,
Mert hogy ezek a helyzetek, hiába vagyunk bezárva, mégis arra vihetők és használhatók, hogy összekacsintással azért már előre lehet jelezni a másiknak, hogy oké, figyelj, azért este 9-kor elkapom a grabancot. Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek, a párok ezeket ki tudják fejezni, és nyilvánvalóan a saját igények megfogalmazása után történhet az, hogy a másiknak az igényeit egyáltalán megértjük és felfogjuk. Igen, Andi, köszönjük szépen a kérdést, jól látod, ez tényleg ezért ilyen rövid. Ja, igen, mert hogy... igen, kérdezte. A második három hétre ezt... Jó, nem biztos, hogy Joe-t fogja levágni a hajam, én azt gondolom, hogy megvárom majd, amíg véget ér a karantén. Közben engedjetek meg egy kérdést. Ja, nem, bocsánat, ez csak... Igen, köszönjük szépen. Amire még érdemes egyébként, vagy amin érdemes elgondolkodni, hogy ezt az időszakot ezt fel lehet használni azokban az esetekben, akiknél bármilyen szinten kapcsolat esetleg megingott. Fel lehet használni ezt az időszakot arra, hogy egyfajta terápia legyen belőle, vagy egymás felé fordulás, vagy közelebb keveredés egymáshoz. Ha tényleg vagy már nagyon eltávolodtak, vagy még nem ismerik egymást igazán, akkor itt a remek alkalom kialakítani saját maguknak a szexuális nyelvét, kialakítani azt, hogy megismerni, hogy mi a jó a másiknak, igazán lehet mélyre menni a szónak nagyon sokféle tekintetében. Másrészt végigmenni azon, hogy most itt igazán közelebb tudunk kerülni egymáshoz, meg tudjuk ismerni egymást, meg tudunk mutatni olyan dolgokat, amire nem biztos, hogy van időnk a hétköznapokban. Van idő ráhangolódni, és van idő egy teljesen új ilyen bizalmi teret teremteni egymásnak. Egyrészt Andrea is kérdezi, hogy párom azt mondta most, hogy nem erodálja a kapcsolatukat az, ha befesti a haját. Hajat is lehet festeni. Megmondom őszintén, én másnak még nem festettem a haját, de meg azt gondolom, hogy akinek festeném, az nem férfi lenne, hanem nő. De hogy ez megint egy olyan... Azon gondolkodik, cserébe mivel fizethetnék én neki. Igen. Hát ha esetleg adsz neki tippeket, így a ma esti beszélgetés után, lehet, hogy mind a kettő jobban járt. És akkor visszatérve arra, hogy ugye mi azért egy összecsiszolt pár vagyunk, valaki összecsiszolt minket, viszont vannak olyan párok, akik mondjuk éppen most kezdték el a kapcsolatukat, és mondjuk frissen vannak összeköltözve, és van is egy ilyen pár, most eszembe jutottak, nem olyan régi az ismerettségünk, de már összeköltöztek, és azt látom, amikor a közösségi oldalát mutatja a hírfolyam, hogy föltalálta magát a lányzó, és minden nap beöltözik egyébként, mondjuk nem úgy, mint én, de beöltözik minden nap egy színbe, és abban a két-három órában, amikor ez a játék van, akkor elvárja a párjától is, hogy ő is öltözzön föl kvázi utcai ruházatba. Náluk ez még tök jól működik, és bízom benne, szerintem egyébként jól is fog. Olyan érdekesen alakul az íve a kapcsolatuknak, ahogy így néha ránézek, és alkalmasint kopácsol nekünk, hogy most éppen mit találtak ki. Ők még az elején vannak a kapcsolatuknak, és nem érzik ezt a fajta feszültséget, amit mondjuk úgy az emberek éreznek. Hozzáteszem, én sem vagyok annyira feszült, és bízom benne, hogy ennek egyik oka az, hogy sikeresen tudom használni azt, amikor a gyerek mozizik a nagyanyjával, akkor élünk a lehetőséggel, meg az idővel, de hogy az ő kapcsolatukban, ebben a friss kapcsolatban még keresik azért azt, hogy meddig mehetnek el. Nem volt elég idejük egymásra hangolódni, nagyon korán is jöttek össze, és ahhoz képest korán is költöztek össze. Ebben a helyzetben még keresik a saját maguk intim zónáját, ha ezt mondhatom, vagy intim kis közlekedési távolságukat, hogy a másikkal nehogy véletlenül olyan összeütközésbe kerüljenek, ahol esetleg kiderülhet, hogy egészen más típusú szexuális, hát nem egészen más, de mondjuk kicsit különböző elképzelések vannak. Azért arról is beszélni kell, hogy mi van akkor, ha valakik nem viselik el egymást egyáltalán, és úgy élnek együtt, és azért
ez már keményen már a mi szakmánk is valahol, amikor abba látunk bele, hogy 20-25-30 év házasság mellett irritálják egymást, és gyűlölik egymást, és úristen, hát minden nap együtt kelni, vagy hát még a pillanat. És most már aztán pláne. És most már aztán pláne. Hogy ezek azok a helyzetek, amelyek nyilván egy esetenként máshogy kezelendők, de itt is a nagyon jól bevált feladat kiosztás az azért sokat tud kalapálni azon a horpadáson, hogy egy ilyen összezárt pár, mondjuk egy nyugdíjas pár, akik nem akarnak éppen szétvenni, de egymás agyára mennek, vagy éppen az egyik most jött nyugdíjba, és a másik még dolgozik. Nos, a másik, aki még dolgozik, az már azért elég be van korlátozva, mert eddig azt szokta meg, hogy mehet. Más az amplitúdója a két embernek, és óhatatlan, hogy összeütközésbe kerülnek egy-egy kommunikációban. De azért azt gondolom, hogy a szépkorúaknál is van lehetőség arra, hogy kihasználják azt, ami az összezártság miatt rájuk ugyanúgy érvényes is vonatkozik, hogy igenis elkezdenek foglalkozni magukkal és egymással. Nem szeretnék nagyon mélyre menni ebben a témában, mert órákat tudnék róla beszélni, különösen amiatt is, hogy a téma nagyon sokrétű, és mindig szeretjük megtartani azt a határt, ameddig a pszichológiáig elmegyünk, mert hogy alapvetően mi kommunikációval foglalkozunk, de minden olyan párnak, akinél az a kérdés, hogy ez a fajta intimitás, ez hol ragadható, bocsánat a kifejezését, tökön, azoknak mind a napi rutin és a jól fölépített, struktúrált hétköznapok tudják megadni azt a keretet, amitől azt érzik, hogy elmennek a munkába, tehát fölveszi a tréningnadrágját, vagy a sportcipőjét, elkezdi csinálni a dolgait, és aztán a nap végén pedig eljön a pillanat, amikor bekapcsolhatja azt a bizonyos szombatesti filmkoktélt, és megjelenik a tűzelő táncoló hölgy. Közben még nézem a kérdéseket. Igen, úgy látom, hogy Zsoltnak a haja irán sokkal többen érdeklődnek. És mint kiderül, ha jól látom, akkor tulajdonképpen van olyan pár, ahol teljesen nyilvánvaló a hajvágásnak a létjogosultsága. Tehát én nem is tudom, lehet, hogy a következő élőben majd inkább a hajvágásról fogunk beszélgetni, mert hogy azért... Mint erogén zóna. Egyébként... A fodrászat, mint szerepjáték. Igen, és a fodrászat, mint szerepjáték. Ha már itt tartunk egyébként, azt is olvastam a minap, hogy előtérbe kerültek a segédeszközök, a szexuális segédeszközök. Valaki kommentelt egy ilyen oldalon, hogy váratlan volt számára az eszközök tárháza, amit a feleség pakolt ki egy ilyen teljesen általa nem ismert bőrömből, és azt mondta, hogy most jött el a pillanat, hogy akkor nekikezdjünk minden olyan dolognak, amit eddig nem használtunk, úgyhogy a férfi hát leesett állal szemlélte azokat az eszközöket, amelyeket a feleség az elmúlt jó pár évben összeszedett, és mellette. Hát nem mellette. De nem használt, hanem várt az alkalmat, hogy majd előbb-utóbb esetleg majd használhatja közösen, és hát végül is a karantén most nekik kedvezett. De ezek is nagyon fontosak. És még egy érdekesség, erről meg pont még az élőzés előtt beszélgettünk, hogy vajon melyre tolja el a bezártság azt, hogy az ember mere, akar-e, szeretne nyitni olyan felületek, platformok fele, amelyeket egyébként mondjuk a hétköznapokban nem használt. Tehát mondjuk egy megszokott pár eset, egy pár esetében, ahol jól működik a szex, szükséges-e elővenni olyan eszközöket, mondjuk itt maradjunk egy ilyen pornófilmről, vagy egy olyan csatornáról, amit megnéznének, hogy elég nyitottak-e arra, hogy a saját intim létüket megfűszerezzék egy ilyen történettel, vagy egy ilyen látvánnyal. Hozzáteszem, hogy mi nem éltünk még ilyennel, egyelőre úgy néz ki, hogy jól működik a struktúrált életünk, és hát nagyjából ezért tudjuk egymásnak az igényeit, de hogy biztos van olyan, pláne aki mondjuk egyedül maradt ebben az időszakban, és a társa valahol van, vagy éppen nincs is társa, szingli, vagy egyedülálló, az biztos, hogy rá megy ilyen oldalakra,
nem tudom, feltételezem, azt gondolom, hogy ha egyedül lennék, akkor én is megnézném, hogy mi történik egy ilyen felületen. De azt mondják a szexuálpszichológusok és a szakértők e tekintetben, hogy bocsánat, csak megint jött közben egy hajvágásos komment, hogy azért maradandó károsodást nem feltétlen tud okozni az, hogyha valaki ebben a karantén időszakban, amit persze nem tudunk meddig tart, a pornó oldalakon lóg, de hogy azért a nyitottságát, vagy a lehető, a hozzáállását nyitogatja az, hogy esetleg a saját párkapcsolatába is behozzon, és maradjunk szintén a jó ízlés határán belül olyan elemeket, amelyeket ki fog próbálni a saját párkapcsolatában. És egy sor ötlet van még, valóban itt két platformon is érkeznek az érdekes kérdések. Milyen tippekre gondoltam? Milyen tippekre? Amit behoz a saját kapcsolatával a pornó. Nem aztán... tudom, mert nem néztem pornó oldalakat még. Szerintem senki nem nézi ezeket soha, nem. Bár az internet legnagyobb forgalmú oldalai, de... De most lefagynak, állandóan lefagynak állítólag, ezt lehet látni. De senki nem nézi, de ezek a tippek valóban jók lehetnek mind a négerrel, mind a törpével, mind azzal, amit eddig még soha nem próbáltunk ki. Van még egy, igen, egy, ez is egy fontos dolog, és úgy látom, tényleg át kell nyergelnünk majd a hajvágás témájára, szerintem majd más, valahogy majd kerítsen. Csak a vágás, a festés, az nem megy. A festés nem megy, mert hogy más is mondja, hogy nekünk holnap kerül sorra a hajvágás, aztán az uram természetben fizet. Tehát igen, hát így is lehet, igen. Köszönjük, Patricia. Az intimitáshoz azért hozzátartozik még az is, hogy amit az elején beszélgettünk, és szerintem lassan így az időnk vége felé is érkezünk, hogy vannak olyan ez szakaszai az életünknek, és ez hozzátartozik különösen hát szerintem mind a két nemhez, a nőkhoz és a férfiakhoz egyaránt, hogy vajon egy ilyen, és maradjunk a hajvágásnál, mert a másik oldalon valóban ez a kérdés érkezett, az intim testrészeknek a fazonírozása, az azért tud párosan is történni, tehát nem feltétlenül a női magányra, vagy a férfi magányra kell számítani itt, hanem be lehet vonni a másikat is. Ez nyilvánvalóan mindig a másik félnek a nyitottságától függ, és addigra talán egy pár már tudja, hogy meddig mehet el e tekintetben. De ezek a játékok, ezek akkor, ha mondjuk együtt él a pár az adott helyzetben a nagyszülővel, az apossal, anyóssal, kutyával, beszélő papagája, na pláne egy beszélő papagáj mondjuk szerintem ilyen teljes mértékben gáz lehet, hogyha viszi a hírt, ha tud annyira beszélni, de azért mindig tudni kell azt, hogy hol van az a pillanat, ahol egy ilyet föl lehet ajánlani a párunknak, hogy szeretném, hogha most te fazoníroznál meg engem ott és lent, és ez adhat egyfajta szexuális fantáziát tágító lehetőséget a pároknak. A másik pedig, ami itt van még, amikor mi hétköznaponként, vagy hétköznap a munkába megyünk, és ügyfelekkel dolgozunk párokkal, akkor tényleg, ahogy Zsolt a legelején fogalmazott, a legnagyobb probléma az mindig a szex és a testi érintkezés hiánya a legnagyobb probléma, minden erre épül. Amíg ez nincs rendbe rakva, addig jöhet bármiféle pornó oldal, vagy szexuális segédeszköz, minden arra vezethető vissza, hogy az adott ember az nem tudja igazából, mit szeretne. És ha ő nem tudja, mit szeretne, akkor hogyan lehet elvárni ezt a másik embertől, hogy találja ki. És ugye egyébként a nők nagyon szeretik azt, hogyha kitalálják a férfiak, hogy mire gondolunk, vagy nem gondolnak, a férfiak pedig nem szeretik kitalálni a gondolatainkat, ha jól sejtem. Az összeset nem is vagy itt is van. És tulajdonképpen maga a ez az egész intimitás kérdése, ez ott tud konfliktusba keverni két embert, amikor olyan váratlan helyzet alakul ki, hogy az egyiknek van egy karanténhelyzetben kialakult igénye, hogy próbáljuk meg, a másik meg egészen egyszerűen nem tud ehhez alkalmazkodni, nem tudja felvenni a ritmust, és igazából erre nem tudok én most prompt megoldást,
minden oda, minden út valahol oda vezet érzésünk szerint, hogy azt a bizonyos rutint, ha fölépítjük, amikor elmegyünk fogatmosni, eszünk, iszunk, pisilünk, stb., azt azért fejeljük meg azzal, hogy amikor este az ágyba bekerülünk, akkor ott milyen ruhában, akkor is, ha csak egy igazán szexi fehérnemünk van, éppen, mert valahol a többi a dobozban van, legyen megfelelő körítés az egésznek, előkerülhetnek természetesen a tejszínhattól kezdve a, nem tudom, a mézig, azok az eszközök, amelyek, hát aki óvja, védi a saját ágyát, az nyilvánvalóan nem fogja használni. Az élesztőt ne használja. Az élesztőt ne használja. Most, igen. És hát tulajdonképpen még arról is lehetne beszélni, és itt a másik oldalon megint jött egy érdekes kérdés, hogy ha már arról van szó, hogy mi válásban lévő párokkal is dolgozunk, akkor vajon mi van azokkal, akik éppen vállóférben vannak, és még egy légtérben. És hát ez a legnehezebb témák egyike, és nagyon szívesen belemennék, de úgy érzem, hogyha ezt a témát feszegetem most, akkor az még 3-4 óra lenne. Borzasztó nehéz téma, és mi szerettük volna, hogyha picit könnyedebb irányba visszük el ezt a mait, de köszönöm szépen a felajánlást. És volt még egy kérdés. Ezt átadnám neked. Igen, köszönjük szépen a kérdést, érkezett egy olyan, hogy... Tehát arra vonatkozik a kérdés, hogy ha sok párnál a szex hiánya okozza a válást, akkor hogyan találja ki az a fél, hogy egyáltalán ő maga és mit hogyan szeret, ha eddig sajnos nem tudta. Egy kicsit összekötném az előző kérdéssel, a válással. Ha már ilyen kényszerű helyzetben élünk, és bele navigáltuk magunkat egy válás előtti időszakba, akár a akaratunkból, akár így hozta az élet, érdemes egy kicsit úgy tekinteni erre a mostani helyzetre, mint hogy kényszerűen ugyan, de adjunk még egy esélyt. Tehát ebben a pillanatban úgysem fogunk tudni lépni, úgysem fogunk tudni, csak nehezen fogunk tudni előrelépni, próbáljuk meg esetleg elgondolkodni rajta, hogy lehet, hogy akkor most, ha már így alakult minden, akkor érdemes még egyet, még egyszer megpróbálni, még egyszer nekifutni annak, amit egyébként nem tettük volna meg, mert mind a ketten elmenekülünk a munkánkba, vagy egy harmadik felé, megpróbálni ezt az egészet még egyszer sínre tenni, átbeszélni, végigrágni azokat a problémákat, időnk van rá most, azokat a problémákat, amik a válás kapujába vittek bennünket. És a szexualitás ebben a pillanatban szerintem egy kicsit ilyen lassabbá is érdemes tenni saját magunkat a kapkodós 10 perc helyett. Hogyha van rá idő is érdemes rá teremteni, akkor most lassítani egy kicsit és odafigyelni a másikra, és újra felfedezni egyébként, ha már így alakult a minden rosszban van valami jó mentén, újra felfedezni azt, ami abban a kapcsolatban az érték volt, amit elkezdtünk és akivel együtt élni. Igazság szerint jött egy zárásként, engedjétek meg egy... Ezt látják. Ja, igen, látják a Gábornak a hozzászólását, hogy fel akartam olvasni, mert zseniális, köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy miután nem lehet ezt a témát kimeríteni, és az ilyen végtelenített módon tudnánk róla beszélni. Nem akartunk általánosak lenni, sokkal inkább a fele vinni tényleg a történetet, hogy ebből a szempontból nem olyan rossz ez a karantén. Maradjunk tényleg azért optimisták, hogyha össze is vagyunk zárva, azért meg lehet találni magunkat és a másikat is benne. Nem mondanám, hogy bujócskázzatok otthon, és keressetek meg egymást nővérke és doktor úr öltözékben, és aztán a végén egy nagy konyhasztalra fektetés keretében koronázzátok meg azt a délutánt, mert mondjuk a nagy ott ül a tévé előtt és nézi a valamelyik sorozatot. Ez nyilván ebben a helyzetben nem megoldható, de mégis azt gondoljuk és hiszünk benne, hogy ha az ember akár válik, akár nem, akár együtt él a többi családtagjával, akár egy friss kapcsolatban van benne, itt a lehetőség arra, hogy elkezdi a saját igényeit és a saját vágyait megvalósítani a tekintetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor az emberek azt mondják, hogy jó, most eljött a rendrakás ideje, munkában, meg a
kapcsolataimban, meg az ismeretségben, és most kitörülünk egy csomó embert a Facebookról, mert most akkor takarítunk, akkor kicsit takarítson ott azon az intim fertájon is, természetesen képletesen, és próbálja meg kitalálni, hogy neki magának mire van igénye. Sokkal könnyebb lesz a hétköznapokban ez a bizonyos esti romantika, és egy kiadós szex. Úgyhogy mi a mai élőzésünket ezzel be is fejeznénk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Bízom benne, hogy azért voltatok most csak ennyien, mert mindenki éppen a másikkal foglalkozik az ágyban, és nem minket néz. És azt gondolom, hogy az utolsó kérdés, ami Patriciáé, azt azért vállalnánk, szerintem fontos, hogy a baby boom vajon reális lehetősége ebben az időszakban. Én azt gondolom, hogy reális, és ahogy éppen délelőtt beszéltünk egy kedves ismerősünkkel, aki elment a Margit-szigetre futni, a karantén előtt ószereket látott eldobva, most pedig gumikesztyűket. Úgyhogy én azzal zárnám Patricia kérdésére a válaszommal ezt a mai élőzést, és köszönjük még egyszer a figyelmeteket, hogy most próbáljátok meg ön megvalósítani az ágyban is. Sziasztok! Sziasztok!